Nagyon sok barátság született itt, nagyon sok szerelem született itt. Íme, a férjem. 30 éve, mi duplán ünnepelünk ma. Csak nem itt ismerkedtek meg. Itt ismertük meg egymást, igen. Itt biliárdozott a szomszédszobába, mert akkor nem volt szomszédszoba, mondtam, hogy minden tárva nyitva volt, mint a galambház. Itt minden nyitott volt, ott nyitott volt, itt nyitott volt, amott nyitott volt, sehol nem volt bezárt ajtó. Itt mindenki úgy röpködhetett szabadon, ahogy kedvelelte. És úgy néztem, néztem, milyen ügyes ez a fiú, hogy lögdösi a golyókat. Nézd csak oda! Nagyon aranyos volt, és akkor egyik biliárd golyó lökése közben azt mondta én nekem, magát szeretném lefesteni. Engem itt a klubban nem tudom, hogy miért, úgy szólítottak, úgy becéztek, hogy Zsiguci. Zsiguci. Én voltam a Zsiguci. Igen. Kitalálta ki? Tessék, nem tudom. Ez úgy elterjedt, mint a vörheny, nem tudom. Én Brüsszelben ülök a pódiumon, frakban, a közönség már udvarias tapsal fogad, leültem, rátettem a kezem a zongorára, halálos csend. És egyszer ezt hallom, hogy Zsiguci. Érdekes honvágy lehet, visszavágyódás, hazám. El akartam kezdeni úgy a zongorán, hogy Zsiguci. Ez maga az űrület, Brüsszelben. Mi ez? Elnézek, és ott ült Kuksi az első sorban. És nem hagyta, hogy elkezdjem a koncertet. Bolond hangszer! Fusson, akinek nincs barát. Ez a fekete zongora. Ez a fekete zongora. Vakmestere, tibája. Ez az élet melódiája! Ez a fekete zongora! Ez a fekete zongora! Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora! Ez mind ez a zongora! Ez mind ez a zongora! Baros, szívemnek vég, kiemlék az ő ütemére. Ez a fekete zongora. Ez a fekete zongora.
fekete zongora! Ez a fekete zongora! Balatonboglári aktivitásomat már ismert módon a katonai rendőrség elsöpörte, és akkor mint egy másik szelepként megengedték az FMK-t. Akkor tulajdonképpen egy szellemi szféra volt jelen a klubban. Tehát a klub nem kocsma volt, hanem egy olyan hely, ahol a fontos események történtek. És én azért jöttem le abban az időben a klubba, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, egyrészt akik a fontos eseményeket csinálják, másrészt azért, hogy lássam a fontos eseményeket. Szóval mindig, abban az időben, tehát ez két év volt, vagyis hát két ilyen szezon volt, utána elsöprődött az egész sajnos. Én a 70-es években már eljátszottam az összes kártyámat, mármint a hatalom biztos volt, hatalom alatt az acélféle politika megfelelő embereit értem, szóval biztosak voltak abban, hogy engem már nem tudnak megváltoztatni, és sokáig nem is volt semmiféle kiállítás, és egyszer csak szóltak a klubból egy X ember, aki azóta elment, aki egy beépített ember, felesleges most beszélni róla, mert elment. Szólt, hogy jó lenne, hogyha csinálnék egy kiállítást, mert rég nem volt kiállításom. És mondtam, hogy hát én most már visszavonulva élek, ez volt 83-ban. Visszavonulva élek, és van egy témám, ami különösképpen érdekel. Ennek a címe Magyarország, és a témája Magyarország. És hát mondom, hogy ez biztos nem állítható ki, mert ugye tudjuk, hogy Magyarországról csak az IBUSZ és a párt nyilatkozhat, tehát én, mint magánember Magyarországról nem szólhatok semmit. De, hát a Magyarország ugye, vagyis hogy a klub ugye tudjuk, hogy hát ez egy ilyen zárt körű micsoda intézmény, és hát itt akármi megtörténhet. Igen, biztos? Igen, biztos. Oké. Jó, akkor erre elhoztam az anyagomat, és hát úgy tűnik ma már, sőt nem csak úgy tűnik, hanem biztosan tudom, hogy ez egy ilyen behúzás volt. Jött a zsűri, nem akarom, most már a zsűri, minden tagot nem akarok felsorolni, de volt egy ember, aki biztosan tudta, hogy ezt be kell tiltani. Ha most ez a mai klub megkérnek téged, hogy rendezik egy kiállítást, akkor elvállalnád ezt? Nem. Miért? Azért nem, ugyanis nekem volt egyszer egy művészeti terem, amit én magam kreáltam magamnak, amit elvettek.
nem volt a városban, egy 2 milliós világvárosban tulajdonképpen egyetlen olyan hely sem volt, egyetlen olyan intézmény sem volt, amely szabad gondolkodó művészek számára fórumot, teret, vagy igazi klubot tudott volna biztosítani. Jól tudjuk, hogy a Fiatal Művészek Klubja a KISZ bűnösséggel funkcionált, ahol is pontosan számon tartották mindazokat, hogy a klubba lejártak, és érdekes. Ezt mindenki tudta, és mégis mindenki lejárt. Hogyha te úgy megpróbálsz visszaemlékezni, számodra melyik volt a legemlékezetesebb kiállítás, esemény? Én azt a rövid korszakot tartom 74-76 körül, amikor a kézművészeti szekciót a Beke László irányította. Nem tudni miért, hamarosan el is távolították innen, valószínűleg kultúrpolitikai intrikák következtében, ahol is egy rövid, egy nagyon színvonalas képzőművészeti kiállítások és előadások voltak. Természetesen filmvetítésekkel együtt, mert hiszen jól tudjuk, hogy például ugyanra a korszakra esett a Balázs Béla stúdiónak a legtermékenyebb és legérdekesebb időszaka, amikor is a Balázs Béla stúdió filmjeit a városban sehol máshol nem lehetett levetíteni. Itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem terem. Megjelent az itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem terem. Az ember nem földi eredetű, itt a számfű nem terem. Az ember nem földi eredetű, semmi sem földi eredetű. Itt a számfű nem terem. Megjelent az itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem terem. Megjelent az itt a számfű nem terem. Kérnénk egyet. Tessék. Az ember nem földi eredetű, itt a számfű nem terem. Megjelent az itt a számfű nem terem. Az ember nem földi eredetű. Semmi sem földi eredetű, megjelent az itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem. Igen. Megjelent az itt a számfű nem terem. Itt a számfű nem terem. Engem nem zavar, hogy nem vagyok földi eredetű. Csak nem gondolod, hogy bárkit is zavar, hogy kiderült, hogy nem földi eredetű. Akik azt hitték, hogy csak a moziban lehet minden másképpen, azok most majd kiszabadítják titkos képességeiket, abban reménykedve, hogy bebizonyíthatják Isten és ember előtt, hogy tényleg égi lények és szabadok. Az öreg már veszi is a kabátját, mint erre a pillanatra várt volna. Megy bomlasztani. Tehát nála a privát és a politikai dimenzió egybeesik. És kíváncsi vagyok, hogy mit kell neked megtudni ahhoz, hogy te is felállj végre. Én kérlek szépen, kristálytiszta tudattal és teljes akarattal kételkedem, és terméketlen reflexiókat produkálok. Csak úgy csorog belőlem a semmi. Az igazság, tudod, engem győz le. Általam nyilvánul meg. Csak nyakon ne vágjon ez a vén anarchista. Neked soha nem volt vágyad, hogy itt az FMK-ban kiállítsd a képeidet, mert fotós voltál akkoriban? Én akkor már nem voltam fotós, én a 60-as években voltam fotós, és aztán 1970-ben nagy nehezen felvettek a filmvészeti főiskoláról operatőr szakra. 70-es években már a filmszakmában dolgoztam, és akkor már foglalkozás szerűen nem fényképeztem. Itt azért nem állítottam ki fotókat a Fiatal Művészek Klubban, mert magát a közeget nagyon belterjesnek éreztem, és úgy gondoltam, hogy egy itt tartott kiállításnak akkor soha semmiféle következménye nem lehet. Tehát tulajdonképpen teljesen feleslegesnek éreztem. Sőt, akkor egyáltalán azt, hogy én kiállítást rendezek bárhol a városban, teljesen felesleges meddő dolgnak tartottam. Szerinted nincs létjogosultsága egy ilyen belterjes klubnak, vagy ahogy te nevezed, ilyen művészgettónak? Van létjogosultsága, csak úgy éreztem, hogy teljesen meddő igyekezett, mert végül is, ha valaki fényképeket vagy festményeket
vagy bármit kiállít, végül is az eredendő célja az, hogy ezzel kommunikáljon. Megpróbáljon az emberekkel kapcsolatba kerülni. Na most, ha itt kiállítottam volna, tulajdonképpen ugyanazok az emberekkel kerültem a kapcsolatba, akikkel egyébként is már régeség kapcsolatban voltam, és ugyanazok az emberek nem mutattam volna meg a fényképeimet, akik már egyébként régeség jól ismerték azokat. Tehát szélesebb körben nem tudtam volna a munkáimat ismertté tenni. Nem beszélve arról, hogy ha szélesebb körben próbáltam volna, akkor is inkább csak kellemetlenségem származtak volna belőle. Mint hogy például 1967-ben nem itt, hanem Debrecenben részt vettünk egy Műhely 67-nek nevezett kollektív fotókiáltáson, ami olyan eszméletlen kultúrpolitikai botrányba fulladt, hogy a kiállítás szervezőjére, Bauer Györgyre nyakába is vartak egy állítólagos korrupciós pert. Azért, mert szervezni Debrecenben egy olyasfajta fotókiállítást, amely nem az akkor megkívánt szocialista, realista szellemben szerveződött meg, hanem egyszerűen formai kísérletek voltak. ...1973 nyarán számolták fel rendőri segédlettel a Balatonboglári kápolnatárlatot, amely akkoriban a magyar avantgard művészet és kultúra legfontosabb gyülekező helyének számított, és már ugyanannak az évnek az őszén betettük ide a lábunkat, ha szabad ilyen profánul fogalmazni. Tehát ugyanazok az erők átjöttek ide. Tulajdonképpen utólag visszatekintve erről volt szó. Egy nagyon remek ember segédletével, akit Kecskeméti Károlynak hívtak, egy fiatal történész, aki az igazgató volt, és nekünk amit lehetett segített. Most ez az időszak tulajdonképpen addig tartott, amíg a Kecskeméti Károly igazgató volt, ha jól emlékszem, ez körülbelül 2-3 évet jelentett. És 75-76 táján az olyan komoly emberek, mint a Halász Péter és társulata, Molnár Gergely, Naimányi László, Szent Jóbi Tamás, ezek lassan el is hagyták az országot. Azt jelentette, hogy akkor már... Addig viszont itt felléptek. Addig viszont gyakorlatilag ez volt az egyetlen, vagy a legfontosabb hely arra, hogy itt lehessen kiállításokat rendezni, akciókat csinálni, jó előadásokat tartani, és így tovább. Thank you.
Tulajdonképpen ezek voltak azok az évek, amikor már az iparterv kiállítást megszüntették, a kápolna tárlatot bezárták. Hogy pont ezt a helyet lehetett kijelölni, hogy itt lehet valamicskét mutatni, itt lehet valamicskét látni? Mi már akkor tudtuk, hogy ez az a, egyszer s mindaz a szereplevezetés is a kultúrpolitika részéről. Tehát mi, nekünk azért volt szabad itt sok mindent csinálni, hogy egyúttal megfigyelés alatt is tartsanak bennünket. Na most, hogy erre egészen konkrét bizonyítékaim vannak, miért ne mondjam el, hogy volt egy ankét, ahol Acél György elbeszélgetett velünk, a fiatal művészekkel, és én iszonyatosan vigyáztam arra, hogy ne mondjam meg, hogy ki vagyok, de hozzászóltam, mégpedig az volt az egyik indítás a beszélgetésben, hogy Acél György, mint ahogy fogalmazta, hogy megérti az epatélő burzsóát, a polgárpukkasztást, de nem szereti az epatélő proletert, vagyis a proletárok fricskázását, mondta ezt a Maurer Dóra kiállításával kapcsolatban, aki különféle nyomokat helyezett el többek között a földön, a falon és így tovább. A nyomok azok grafikák voltak történetesen, és ezt ő a proletariátus bosszantásának tekintette, és én ehhez hozzászóltam, hogy nem értek vele egyet, mert a nyomhagyás egy olyan ősi elem, hogy az már inkább didaktikus dolog volt. Én ennyit szóltam hozzá, és egy kicsit vitatkoztam vele, ő erre azt válaszolta, hogy nem hiszi, amit én mondok, de másnap a munkahelyemen már megkérdezték, hogy mit csináltam én tegnap, mert valami nagyon nem jót csináltam tegnap, és vigyázzak, mert ez az állásomba kerülhet. Ezt a főnökeim mondták. Tehát nyilvánvaló, hogy itt arról volt szó ebben az esetben, hogy a fiatalság elmondta a véleményét. Ez nagyon jól jött Acél Györgyéknek, hogy megint kapnak egy friss impulzust arról, hogy hogyan gondolkozik a nép, és hát ezt használták ezeket az információjakat a saját céljaik. Tehát ezért volt ez megengedve, másfelől természetesen hát őrületes igény volt, mert nem volt más hely akkoriban, ahol fiatalok, és nem csak egyszerűen fiatalok, hanem fiatal művészek, értelmiségiek össze tudtak volna jönni. És akkor, amikor elkezdték követelni, hogy itt már pedig hivatalos zsűri legyen, és ezeket a adállásokat nem lehetett tovább tartani, akkor én a magam részéről feladtam a harcot, arra hivatkozva, hogy én nem tűröm azt, hogy zsűrizzenek jogellenesen. Most már tulajdonképpen mindannyian tudjuk, és nem is csak egy fiatal művészek klubja apropóján tárgyaljuk meg, hogy az akkori hatalomnak és az akkori kultúrpolitikának minden, amíg eltérő volt, az eleve veszélyt jelentett, azért, mert kiszámíthatatlan. És abból valami baj lehet. Nem biztos, hogy baj lehet, de az akkori kultúrpolitika körülbelül úgy gondolkozott, mint az a szülő, aki biztonság kedvéért előre veri meg a gyerekét. Igaz, hogy nem csinált semmit, de csinálhatta is volna. Vagy hát, ha nem fogja csinálni, hogy előre megverem. Szóval ez nem racionálisan működött, hanem személyekre leosztva működött. Tehát egyes emberektől a kultúrpolitika iszonyatosan tartott, hogy közönség előtt hát, ha valamilyen bajt csinálnak.
másrészt pedig minden, ami formában, vagy hangban, vagy színben szokatlan hatást keltett, csupán a szokatlanságától fogva veszélyforrásnak számít. A régi közösségekben az idegent tartották a legfőbb veszélynek. Mikor a bőrönt kinyílik, véres csizmánk, gyilkos vihar, bolondok aranya, Isten a mennyben, hol van a lány? Látta valaki ezt a lány? Pillanat felvétel csak terv, ő a nővérem. Hölgyeim és uraim, kérem figyelmesen hallgassák ezeket a szavakat és eseteket. Ez az önök utolsó esélye, a mi végső reményünk. Hogy ebben az anyamében vagy sírban szabadok legyünk, szabadok vagyunk. Túl az utca nyüzsgésén. A fekete láz biztosan az ajtókon kívül van. A barátom és én messziről jöttünk új táncokkal és zenével. Menetünk mindenhol növekszik, követőink szaporodnak. Királyok meséi, istenek, harcosok és szeretők himbálóznak, mint gondtalan örömeid ékszerei. Én vagyok. Meg tudom állítani a földet saját pályáján. Én akartam, hogy a kék buszok elmenjenek. Láthatatlanná vagy kicsivé tudok változni. Óriássá tudok változni, és elérhetem a legtávolabbi dolgokat. Meg tudom változtatni a természet fejlődését. Időben és térben bárhová helyezhetem magam. Meg tudom idézni a halottakat. Érzékelni tudok eseményeket más világokon, a legmélyebb belső énemben és a többiekében. Tudok, vagyok. Az embereknek összekötők kellenek. Írók, hősök, sztárok, vezetők, hogy formát adjanak az életüknek. Gyermek homokhajója szemben a nappal, műanyag katonák a miniatűr mocsok háborúban. Erődök, garázs, rakéta, hajók, ceremóniák, színház és táncok. Visszaállítani a törzsi szükségleteket és emlékeket. Meghívás Isten tiszteletre. Egyesülés mindenek fölött és visszatérés. Vágyódás a család és a gyermekkor biztonságos varázsa után. A nagy országút tele van szerelmesekkel, és keresőkkel, és indulókkal. Olyan mohó, hogy örömet szerezzenek, és felejtsenek. Ez a vadon. Szabad asztal a Fiatal Művészek Klubjában. Szabad, minden útra kész. De épp egy asztal mellé ül le. A kocsma kajüt a füstbe vész. Épp az éjfél keresztje südbe. A tágas tíz hallgat, nevet. Rágyújt, iszik, kérdez, felel. A fölösleg ráér, nem siet. A szükséges elfelel. Vita helyett taktus zene, tréfa helyett cinkos mosoly. Átfúj az égtáj szelleme, de a haota sem komoly. Így ültek év az évre nap, naptártalan, egyetlen ünnep. Egy szó, egy korty mindig marad. Egy szívás, egy parázsa tűznek. Ki-ki kisétál udvarolni, meghalni, hányni, Amerikába. Filmezni, írni, házasodni, levegőzni a sárga házba. Visszaül, amikor kész, a szabad asztal mellé ül le. Éppen örökre visszatér. Épp az éjfél keresztje süt be. Abban az időben nyilvános, forradalmi igényű szabadságtörekvések nyilvánosan nem jelentek meg. Más út csak az avantgardba. Tehát voltak
szabadságtörekvések az egész magyar kultúrában, ugye, ezek reformellenzéki szabadságtörekvések voltak, ugye hát Jancsótól kezdve a lukácsistákig, és ezen kívül voltak nyilvánvalóan elszigetelt körök, ahol teljes szellemi rezisztencia volt, de az nem volt nyilvános. És az avantgardnak az volt a jelentősége, hogy ezt a kettőt egyesítette, tehát hogy na most, de ez nem egyszerűen politikai ellenzékiség volt, az is volt, akkor lehetséges módon, egy szinten. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Donát Péter egy valahol Rákos, Szent Mihályon, vagy nem emlékszem pontosan hol, egy kiállításon kiállított egy ilyen égetett képet, és az volt rá, hogy omázs a J.P. És akkor egy különös ismeretlen figura föltette a provokatív kérdést, hogy ez volt az a 69 elején. Ki az a J.P.? És akkor azt mondta, hogy Janus Pannonius. Most mindenki tudta, hogy Jan Palachról van szó. Mondom, ilyen volt a konstelláció, vagy amikor Szent Jobbi Tamás az Ötvös Klubban rendezett egy akciót, ahol Angela Davis levelét olvasta föl, és a szabadságról szólt, és közben valaki partvissal verte ki a kezéből a papírt, aztán kólával öntötte le, aztán ütötte, aztán ráborította az asztalt. Na most ezt akarom mondani, hogy mondjuk ez volt az első sík, a politikai sík, de volt egy másik sík, az általában kultúrkritikai szabadságtörekvés volt, társadalomrendszertől függetlenül. És ezt, mondjuk ezt, itt kapcsolódtak be az előtt baloldali értelmiségek, mint a Haraszti Miklós avantgard tevékenységbe is. És volt egy harmadik sík, az már egyáltalán nem volt ellenálló jellegű, egyszerűen mondjuk antropológiai értelemben vett szabadságtörekvésekről volt szó. Ennek a legmarkánsabb képviselő Erdély Miklós volt. De ezt képviselte Balaskó Jenő is, ilyesmit képviseltek a halászék is, amikor halászféle lakásszínház. Na most mit lehetett csinálni? Vagy be kellett volna tiltani teljesen, rendőri eszközökkel felszámolni ezt a tevékenységet. Igyekeztek is. Egyrészt ugye voltak, tudjuk, hogy voltak perek, Arasztinak volt egy pere, aztán volt Konrád Szerényel, volt eljárás, akkor Szent Jóvi Tamást emigrációba kényszerítették, hosszabb táv, később a halászékkal is ugyanezt történt. De ez már a 70-es évek. De ez a 70-es évek, hát igen, ez a közepe. Tehát ezt akarom mondani, akkor még nem voltak elszámva erre. Mit lehet csinálni? Valahogy karanténba kell szorítani. Ki kell találni egy helyet, ahol ezek mind együtt vannak. Egymásnak elmondják, amit úgyis, vagy megmutatják, amit meg akarnak mutatni, és lehetőleg mennél kevesebb ember jöhessen oda. Ezért találták ki a Fiatalművészek klubját, még hát ide kell tenni, még hozzá kell tenni a galántai-féle Boglári Kápolnak a betiltását. Na most itt azért a 70-es évek elejéről van szó, mert a klub akkor lett érdekes, amikor a Beke Lászlót ide kinevezték művészeti vezetőnek. Most ehhez a karanténhoz hozzátartozott, hogy minden tevékenység csak képzőművészet címkével ellátva működhetett. Tehát mondjuk, miért? Azért, mert a képzőművészet, az avantgard képzőművészet az akkor kezdett egy kicsit bevett lenni meg a régi avantgard, tehát az európai iskola. És másrészt azért a képzőművészet az mindig kevésbé veszélyes, hát egy képet kiállítanak csak, azt nem lehet megkérdezni, nem válaszol, hogy mi az a JP. Ugye egy író az már beszél, egy színház az ki tudja, mit mozgat meg. És ezért volt nyilván az, hogy csak ezeken a nem tudom milyen napokon volt az, ezeken a napokon. Én például csak ezeken a napokon jöhettem be évekig a klubba, máskor se engedtem. Ja, amikor a képzőművészeknek volt a napja? Csak akkor, a képzőművészek napja. Arra kaptam a meghívót. És amikor a Neumanni László meg a Breznik Péter elkészítette a Császár üzenetet című nagyszerű avantgard filmjét, akkor csak azon a napon vetítették, és akkor azok tudtak bejönni, hát persze sokan azért mások is belógtak, meg tudták, nem arról valamikor.
Miért szervezted ezt a véradó akciót itt a Fiatal Művészek Klubjában? A december 21-e az egy bolond dátum. Mert hogy ugye egyrészt a Sztalin születésnapja, és hát a román évi forradalom évfordulója. És azt gondoltam, hogy ebben a részében a világnak hosszú éveken keresztül megünnepeltették az emberekkel az ilyen évfordulókat, mint például a Sztalin születésnapja. És hogy milyen furcsa véletlen ez a világban, hogy a romániai forradalom évforduló is erre a napra esik, akkor eszembe jutott, hogy ez ugye a Sztalin vér, az a forradalom arany, ez vér és arany, és akkor össze kéne hozni egy ilyen műsor. A műfaja az, hogy a barátaim föllépnek és mindenféléket csinálnak, én is, azért, hogy a nézők, akiket érdekel még valami ebből a bolond világból, azok eljöjjenek, és itt a vérükkel fizessenek a művészeknek. A művészeknek meg nyilván olyan produktumokat kell csinálni, ami megéri a néző számára azt, hogy a vérét adja érte. De mivel fogsz fellépni ma? Hát én egy olyan műsort csinálok megint, amit soha többet nem lehet előadni valószínűleg, mert nem tudok 9 televíziót szerezni megint. 9 televízióból épült egy torony, ami egy televíziót kivéve mindegyikben más-más műsor lesz. Abban az egyben az nem televízió, az csak egy káva, egy keret, abban leszek én, fölolvasok. Töltsön egy órát kedvenceimmel a műsor címe. Nincs ennyi. Alul írtott. Ezúton tudatom azokkal, akiknek ez fontos. A mai naptól zsidónak, cigánynak, romániai magyarnak és szásznak, koszovói albánnak, flamandok között vallonnak, vallonoknál flamandnak, írek között protestánsnak, baszknak, lettnek, észtnek, litvánnak, palesztinnak, négernek, sárgának, indiánnak tartom magam. Így bánjanak velem, akiknek ez fontos. Én maradok, mint eddig, Galkó Balázs.
elég sok együttes visszautasította a fellépést most a FMK 30. éves évfordulója alkalmából. Ti miért vállaltátok el? Pont kapora jött meg, hát decemberben akartunk most játszani, és egyébként pedig sokszor játszottunk már itt, és sokszor olyan kor, amikor egyébként máshol nem nagyon tudtunk játszani, és akkor a Fiatal Művészek Klubja eléggé harcosnak bizonyult, és vállaltak bizonyos felelősséget, kockázatot, és végül is létrejött egy-két buli, és voltak itt költészeti estjeink, zenés költői esteink, filozófiai estem is volt itt. Úgyhogy amikor ők kértek, hogy jöjjek ide, úgy éreztem, hogy tényleg hát ez a 30 éves múltja a klubnak, az mondjuk engem bizonyos értelemben, vagy minket bizonyos értelemben érintett, tehát mi amúgy is fel akartunk lépni, és azt mondtuk, hogy miért ne. Neked melyik itt a legemlékezetesebb koncerted? Hát a legemlékezetesebb az utolsó koncert, ami körülbelül egy hónap ezelőtt történt. És pedig azért, mert egy öreg barátom, aki szintén kötődik érzelmileg, ahogy az egész zenekar valamennyi tagja a Fiatal Művészek Klubjához. Ez a Csákó, ez az Atyának a bátyja, Grand Pierre Károly, aki képzőművész és költő és hazaérkezett, és a 7 év után az első koncertje volt, amit itt látott tőlünk. És ti privát emberként, hogyha nem zenekar vagytok, akkor lejártok ide az FMK-ba, vagy lejártatok? Hát x esetben, nem egyszer, és elég sűrűn jártunk. Hát voltak olyan évek, amikor itt olyan zenék folytak, hogy érdemes volt lejönni, és akkor sűrűn jártunk. Egyébként pedig alkalmanként. Kik voltak azok, aki miatt érdemes volt lejönni? Hát több ismeretséget kötöttünk itt, személy szerint. Csak a legkevésbé ismertek közül, a Dixie-vel, illetve Szoli Balázsával kötöttem annak idején. A Baksas Ossán is itt ismertem meg, és sok egyéb más is, akik a emberi arcok forgatagában most így értelem jutnak az eszembe. Azt mondják, hogy lezűlött az FMK, ma már nem olyan, mint régen volt. Hát szerintem sokkal több érdekes program van éppen ezért, talán éppen azért, mert kevesebben jönnek ma ide, és nincs annyira fölkapva, mint amikor bizonyos időben kultikus klub volt, és alig lehetett bejutni. Ma ez megváltozott, mert ma nem ez az egyetlen egy hely, amit direkt azért tartottak fönn, mint ahogy a lebesgették, hogy összegyűjtse az összes renegát és művész hajlamú embert, akiket jobban meg lehet talán figyelni. És ma biztos, hogy ilyen szempontból nehezebb a klub helyzete, ez jobban rá van a kényszerítve arra, hogy érdekesebb programokat csináljanak. És szerintem sokkal több érdekes program van most talán, mint egy pár évvel ezelőtt, az biztos. A biomobil. Az ablak felé araszolok. Az égen kapcaszürke felhők nyargalnak keresztben. Húzok az üvegből, láthatatlan esőcseppek billegtetik a gesztenyefa leveleit, a villám mégse roppant élő szoborba csak, hanem a polgárháborús emlékműbe. A szocialista realizmus világképe a Flintstone család életérzésével párzik vakmerően. Őrületes csattanás a gesztenyefa sóbálványán ered. Őrületes csattanás a viszkis üveg a parkettába fúródik. Állj meg, idült, mondom az iszonyú csöndben. Ez gyermekkorod világa, ez a kibírhatatlan. A mocskos kapcák, a párkányról fejestugró balkáni gerle, a no pazarán és a no futrinka. Aztán vége, ömlik az eső, apró karmocskáikat a kérekben mélyeztik a cerkóf majmok. Te a korosztályod legsikeresebb költője vagy manapság, és úgy tudom, hogy nem szeretsz interjút adni, nem szeretsz szerepelni. Ezt a meghívást ma mégis elfogadtad ide a Fiatal Művészek Klubjába. Miért? Hát ez a véletlenek összejátszása. Egyébként máshogy szoktam felolvasni, tehát felolvasásról a felkéréseket általában el szoktam fogadni. Most itt az egyik szervez az a barátom, aki ezt a fesztivált organizálta, ezért is elvállaltam, egyértelmű volt. Másrészt itt lakom két házra, úgyhogy nem volt probléma. Ugyanakkor még egy órával ezelőtt sem volt biztos, hogy eljövök, mert a beteg ágyból keltem ki, és egyenesen ide jöttem. És mindjárt megyek vissza az ágyba kúrálni magam. Neked mit jelent a Fiatal Művészek Klubja? Mikor hallottál róla először? Hát először én egyszer voltam itt a 70-es években, az még a Hajnócék ideje volt. Máshogy is nézett ki a klub, könyvtár volt fölül.
de egyébként én ide a 80-as években kezdtem el járni, nem is tudtam arról az egész 70-es években egy legendáról, csak utólag. Hát a 80-as évek elején ennek a klubnak biztos, hogy volt egy nagy felfutása. Amikor én ide jártam, akkor aki érdekes ember volt Magyarországon vagy Pesten, az mind itt nyüzsgött esténként. Hát elsősorban a zenétben, képzőművészetben, filmre gondolok, de az irodalmárok közül sokan. És aztán, hát nyilván ez azért volt, mert máshol nem tudtak menni. Szóval ez volt az talán az egyetlen hely, ahova el lehetett jönni. Persze mindenki tudta, hogy lehallgató készülékek vannak, meg besúgók mászkálnak közöttünk, de az egy jó időszak volt. Hát most meg már van egy csomó más hely, vadabbak, meg egzotikusabbak, meg rosszabbak, meg jobbak, és nyilván azért van ilyen hangás. Olyan tendencia közepén élünk, ahol egy egész nemzetéknek, egy rétegeknek, különböző rétegeknek, embereknek szüksége van valami aláduncolásra, támogatásra, valamilyen bátorításra, akár felfüggesztésre, mint ezt a pénzek mutatják. Hát nem mindenki tud megállni a saját lábán, akár a saját generációnkban. És ez inspirálta a címet. Hogy került ide a szobor az FMK-ban? Tulajdonképpen megkerestek engem az FMK részéről. Ott van itt egy fesztivál, ez a kb. 30 éves az FMK. És ennek keretében egy pár fiatal művészt felkértek, hogy valamit alkossanak ide, a szabad helyekre. Szóval ide találtátok ki ezt a szobrot? Igen, ez egészen speciálisan ide készült, szóval nem úgy történt, hogy volt egy munkánk, és akkor azt ide behoztuk, hanem teljesen ide készült. És teljesen itt készült, tehát amikor elkezdtük csinálni, akkor nem láttuk még a végét. Abszolút menet közben alakult a dolog. Figyelembe véve a tér lehetőségeket, akkor az egész hangulatot, az embereket, akik ide járnak. De azt mondtad, hogy megpróbáltatok figyelembe venni azt, hogy hova készül. Te mielőtt elkezdtétek csinálni a szobrot, mit tudtál az FMK-ról? Nem sokat az igazság. Sőt, szinte semmit. Ez lehet, hogy elég szégyen és fiatal művésznek, hogy a saját nemzedéke számára létező klubból nem sokat tud. Szégyellem. Most néhány napja már itt vagy azért a fiatal művészek klubjában. Mi a benyomásod erről a klubról? Ide szoknál? Kicsit depressziós nekem a hely, az igazság. Hány éves vagy? 19 leszek februárban. Mióta írsz verseket? Állítólag másodikban írtam egy tanáromnak az elsőket, aztán utána 8 évig egyáltalán, és utána pedig elsőben kezdtem el, gimben kezdtem el írni. De úgy, hogy nem, szóval nem tudatosan, és nem kezeltem őket, csak voltak. Menekülés volt, nem menekülés, védekezés. Milyen nem védekeztél? Én biztos, hogy az elem, hogy magamra maradjak azokkal a dolgokkal, amiket végül is leírtam, és akkor a világ felé. És már volt olyan szituáció, hogy el tudtad mondani a verseket másnak? Állandóan elmondtam minden barátomnak és ismerősömnek, és
ameddig írtam, addig így volt, és hogyha nem írok többet, akkor zárul ez a dolog. Volt már olyan vers, amelyik megjelent nyomtatásban? Volt. Hol? Hitelben, Visszhangban, meg egy... az új emberben. Most hány verset mondasz el? Nem tudom még, mert lehet, hogy nem fogok elmondani egyet se. Ez mitől függ? Ez tulajdonképpen attól függ, hogy akik itt lesznek, azok mire lesznek kíváncsiak inkább. Szóval szerintem lenne itt miről beszélgetni, egyéb dolgok. Fontosabb dolgok, ennél fontosabb dolgok. Mi a fontos dolog, amiről lehetne beszélgetni? Azokról a dolgokról, amik itt jelen vannak, mert ez egy... elméletileg ez egy intézmény, a Fiatal Művészek Klubja. És mondjuk nem sokféle követelményt állíthatunk fel semmiféle intézménnyel szemben ma már, mert ezek a határok elmosódtak, hogy mi az, amennyit ebből teljesítenek az emberek, de valamit akkor is vár az ember. Az út. Megmutatták sokan, hogy merre, bár valahányan más irányt, jó indulatban te sem szenvedtél bármelyiküknél nagyobb hiányt. Találkozások. Csigák, mészfázott tengerek. Egy égbolt bezárul mögötted. A horizont alatt két hajó törött, és egy látomás sápadt negatívját kerekítik az égövek. Szólítanád az őrödet? Vajon vérizelette a sónak? Arcize végre a tengertükörnek? Az valahányszor észrevett, megpörgetett és feldobott, és szemétbe gyűrte életed. Aztán mégiscsak érkezett egy tenyéren túl látó erő, s a tengeren túl, s az életen még számos égból tűnt elő. Ez már nem is fiatal művészek klubja. Illetve, hogy nem eldönthető, hogy most ki a fiatal művész, és ki nem. Hát ki dönti el? Hát döntsd el rólam, hogy fiatal művész vagyok-e, vagy sem.